Szia, sziasztok! Elérkeztünk a negyedik naphoz. Most már én is tényleg remélem, hogy a negyedik nap be tudjuk fejezni a teljes alsó részt. Ugyanazokkal a színekkel fogunk dolgozni, mint eddig, tehát a kontúrokkal. Jó, én most megfordítottam a, a, teljes képet azért, hogy igazából itt jól lássátok, hogy, hogy mit festek, és hogy mi miután következik. Elővettem a lájmot, és vele fogom tovább folytatni a kontúrozást. Ugye, mivel utoljára tegnap használtam, egy kicsit kinyomok belőle, és ennél a levélnél ugyanazt a technikát fogom követni, mint itt. Jó? Tehát meg fogom rajzolni így a belső részeket, akár üvegen húzva, akár lógatási technikával. Ismét csak azt tudom mondani, hogy kinek hogy tetszik jobban. Itt egy kicsit puffant egyet a kontor. Ugye benedvesítem a fülpucolót, és én most csak így elvágólag letörlöm ezt a részt, illetve még ezt egy picit. Látjátok? Tehát az előző videóban is elmondtam, mert most belenyúltam a jó nagy körmömmel, tehát akkor marad ez a verzió, hogy na ezt az egészet most letörlöm, nem sokkal egyszerűbb. És látjátok, ez itt száraz, tehát ugye itt már nem tudok belenyúlni. mert ugye az előző videókban is elmondtam, hogy én is hibázok. Tehát, tehát emiatt ne aggódjatok. A kontúr az igazából néha teljesen önálló életet él. Nem most nem. Tehát itt most lógatom. Jó? Én is nagyon várom már, hogy kész legyen a kontúrozása ennek a képnek. Nem tudom, mennyire látszik a videóm, de itt a fehérnél, ennél a résznél van egy kis, kis baki. Itt a bakival annyi történt, illetve úgy keletkezett, hogy még a teljes kontúr száradás előtt a kedvenc macskám nemes, nemes, egyszerűséggel teljesen végig trappolt a munkán, de úgy, de, úgy, de úgy tényleg teljesen. De ezt majd még kifogom javítani. És akkor jön a szélére a kontúr. itt, uh, itt bezárom tehát itt, itt, teljesen lezárom, hogy ugye külön tudjam festeni a fehér részt. És itt is lezárom, nézzétek csak. Tehát itt ugye bezártam ezt a részt, ott békén hagyom, és itt, itt megint csak csinálok egy zárást. Úgy, nép. Na, itt is megcsinálom a lájmal azokat a részeket, amik ugye átlógnak a madárkának a farktorlincájánál. Tehát itt ugye zöldel lesz kitöltve, és még itt. Illetve ez ennél a résznél is, most itt egy kicsit koncentrálnom kell, de nem látom pontosan, hogy itt hogy tervezte a festőnő, de szerintem itt egy ilyen elég nagy motívum van, és itt ahogy elnézem még egy. És itt a köztes részek, azok szintén szintén zöldek lesznek. Én ezt így gondolom. Jó, leteszem ö, a lime-ot, és átváltok a vaníliára, ugyanis ezt a részt itt vaníliára szeretném festeni. Hát én most így innen indulok. Nézzétek csak. Itt most lógatom, mert ez egy elég nagy, nagy vonal és itt is behúzom, itt most az üvegen haladok, és itt megint kicsit lógattam, egy kicsit az üvegen csúsztattam. Ezt felváltva lehet használni. Tényleg most már mindjárt kész vagyunk. Itt megint lógatom. Ezt mindig mondom, hogy a Hosszabb vonalaknál, a hosszabb íveknél lógatom. Sajnálom, hogy nem tudom nektek most azt megmutatni, de ahogy így most nagyon közel festek, itt van az asztalomnál a madárkáknak a kalitkája, és most itt szemez velem az egyik, mert nagyon tetszik neki, hogy én itt most gazsulálok és magyarázok neki. Uh, egy májvát vettem elő, ugyanis ezeket a részeket, tehát amit itt uh, csepeket csináltunk vaníliával, ide most májvával uh, fogom elkészíteni. Itt most úgy készítem, hogy két félkört fogok, illetve ilyen félcseppet fogok. Picit lógatom, mert itt szerintem nagyon vékony lett a kontúr, hogy az üvegen húztam, ezért most oda visszadolgozom. Látjátok, hát próbálom ezt így lefogni, hát hogyha úgy jobban látszik. Én itt most egy kicsit lejjebb húzom, mert nekem úgy jobban tetszik, hogy ez a rész egy kicsit nagyobb, hosszabb. Megszakad a kontúr, rámentem még egyszer, és kinyomok belőle a papírra, jó? Hogy, hogy így, lássátok, kicsit föl is tekerem, mert lehet, hogy itt az volt a probléma, hogy megint elfelejtettem feltekercselni. Hopp, 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 hopp most nagyon szépen jön. Úgy lógattam, és ismét lógatok. Jó. És most megrajzolom, a külső, vagy ezt a belső rész szintén májvával. Itt volt benne egy csavar, ezért lelassítottam, hogy ne szakadjon meg. Jó. És én most a belső részt is ezzel készítem. Oké. Látjátok, tényleg mindjárt kész vagyunk. Előveszem a lájmot, és elkészítem itt a virágnak ezt az alsó kis szár részét. Én most teljesen kifogom húzni a, az üveg széléig, jó, ezt a szárat. Jó, tehát teljesen kihúztam, és ugye itt is. El kell készítenem. Ezt ugye tegnap nem tettük meg. Látjátok. És itt egyszerűen odáig húzom. Nem, nem húzom tovább, nem keresztezem. Egyszerűen csak így idáig. Ide se rajzoltuk be a kört tegnap. Ja, és ide a két fehérhessen. Igen. Jogos, 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 tehát először akkor ide a távolabbiba, utána ide, és most ide. Nagyon picit lógatom, és inkább két fél kört rajzoltam, mert így egy kicsit kényelmesebb. Jó, és belülre én ennél a nagynál rajzolok még egyet. Jó, és van egy utolsó levelünk, és szerintem utána készen is leszünk, illetve itt még van egy szár részünk szintén. Jó. Itt vigyázzunk, mert itt kart az üveg, jó? Mindenki vigyázzon a kezére. Tényleg mindjárt kész vagyunk. Ez egy nagyon jó leső érzés, amikor, amikor egy ilyen nagy rajznak készen van a kontúrja. Én most simán húztam az üvegen, és én most rajzolom be ide a levélnek a külső részét, azért, hogy itt már ne nyúljak vissza. Jaj, ez nagyon szép lesz. Nem könnyű munka kifesteni. Tényleg nem, de, de gyönyörű lesz. Na, itt viszont ugye sokkal tovább ki tudom húzni ugye? Pontosan azért, mert itt lesz helyem. Itt most lógatom, hogy egyenletesebb legyen. Ezek azért elég nagy vonalak, elég hosszú felületek. Itt is lógatom, és itt is lógatom. Hoppa! Pukkant egyet, mert hogy nem tekertem fel. Igen, hát ezeket a dolgokat néha én is elfelejtem. Na, hát ezt a kis pukkanást most főpucolóval kiszedtem, és most figyeltem rá, hogy a körmömmel ne karcoljam meg. Mellé teszem a kontúrt, és úgy folytatom. Tehát nem rá, hanem mindig mellé. Ó, ebben jó sok színkeverés is belefér majd. És hát ugye ezt holnap el is kezdjük. Tehát most hagyni fogjuk megszáradni. Feltétlenül nézzük meg, hogy összeérnek-e a kontúrvonalak. és megrajzolom a külső részt. Jó. Itt bejön idáig. Itt idáig. Itt ugye ad egy kis segítséget, hogy, hogy ez a minta igazából a levél takarásában van. Most itt is kiepúzhatom egy kicsit. Itt is, és ide jön az utolsó. Hát elvileg mi készen vagyunk. Elvileg. Na, egy picit elpakolok, és akkor most jön az, hogy, hogy megnézem, hogy tényleg minden készen van-e, amit szerettem volna. Jó, a papagájoknak a felső tolla az ugye később, amikor kész vagyunk. De most, ha valaki szeretné, ide be lehet húzni a leveleknek egy ilyen elválasztót, és akkor biztos, hogy, hogy nem folynak össze a színek. Én nem szeretném. Ezért csak itt látok még egy kicsit, egy pillanat, csak megtörlöm a kontúrt. Én itt látok még egy kis ilyen bakikát. Igen, itt lemaradt. Hát, ha láttok valamit, akkor légy szíves, vagy írjátok oda a alá, hogy Orsi, ezt kihagytad. Vagy a videó alá. Jó? Kiveszem a lapot. Ez úgysem fog nekünk kelleni majd a festéshez. Egy pillanat. És most tényleg készen vagyunk, úgy látom. Na. Tehát ki van kontúrozva a madarunk? A két madaras képünk, mit szóltok hozzá? Szerintem, szerintem nagyon szép lesz, ha kész lesz, és igazán, igazán nagyon-nagyon színes. Jó, holnap elkezdjük a, a festését. Jó? Én a fehérrel fogom kezdeni valószínűleg, tehát ezzel a részsel fogjuk elkezdeni, ugyanúgy, mint a kontúrozást. Hoppá! Nézzetek csak ide! Kivettem alul a mintát, és ez a virág, mint hogyha a levegőben lógna. Uh -huh. Nézzétek csak, itt van egy, sőt, ő is a levegőben lóg. Ezért kell kivenni alól a mintát, mert akkor egy kicsit jobban látszik, hogy itt mi történik. Tehát visszarakom ide ezt a mintát, és ide, ide bekontúrozom, amit kifelejtettem. Látjátok? Remélem. Hát ilyen van főleg egy ilyen nagy munkánál, jó? Tehát ettől nem kell megijedni, ezért ellenőrizzük, ezért nézzük át. És a másik oldal. Lehet, hogy még festés közben is lesz olyan, amit így, amit így fel fogunk fedezni, hogy oppá, ezt kihagytam, azt hiányzik, hű, ez itt nem jó. Igen, de kicsit egybeolvadt a levéllel, de hát ezért, ezért maradt itt ki ez a történet. Na, de most bepótoljuk, tehát semmi baj. Na, és akkor még egyszer jöhet az átnézés, hogy Uh -huh. Itt is, ugye a karikája a májvának, látjátok? Azért előjönnek itt az ilyen aprócska kis, kis kifelejtett dolgok. De teljesen természetes jó, tehát senki ne ijedjen meg ettől. Látjátok, nálam is előfordul, pedig azért festek most már egy ideje. Tehát tényleg, tényleg nehogy megijedjetek ettől. Na, akkor most vagyunk kész. Jó? Megnézem, hogy itt, hát ha itt jobban mutat a kontúr. ho, -ho nézzétek csak! Na, ilyen fantasztikus lett. Jó? Szerintem nagyon szép, és akkor holnap folytatjuk, jó? Holnap már a festéssel, a fehérrel, illetve ezzel a résszel fogunk tovább haladni. Jó, kellemes alkotást kívánok mindenkinek!